A hétvégén a Hunyadi téren Kalocsai Zsuzsa színművésznő operett primadonna és Virág József ad koncertet. Ebből az alkalomból egy telefonos riportot fognak hallani. A vonalban itt van már, ha minden igaz, Kalocsai Zsuzsa. Szervusz, itt vagy? Szervusz, és nagyon sok szeretettel köszöntök minden televízió nézőt, és lehető nézőt ott a Hunyadi téren, ahol mi fel fogunk lépni Virág Józseffel. Köszönöm szépen. No, Zsuzsi, te ősterézvárosi lakos vagy, de ha jól tudom, akkor a Hunyadi téri koncert sorozatban egyetlen egyszer sem énekeltél még. Igaz ez a hír? Tényleg nem. Most, hogy így mondod, még soha nem énekeltem a Hunyadi téren, mert a Hunyadi téren mindig csak vásárolni megyek. Most fordul a kocka, mert végre egy pár gyönyörű operettgyöngyszemet guríthatunk Virág Józseffel együtt a kedves közönség elé, és remélem, hogy fogják azt is szeretni, és ezentől majd olcsóbban kapom az árusoktól a gyümölcsöt. Ez egy egészen tisztességes barter lenne. No, milyen Igen. programmal készültök a Hunyadi térre? Egyáltalán van-e különbség a között, amikor a programot összeállítjátok, hogy valami szabadtéri, vagy pedig kőszínházban előadandó produkció? Természetesen ez mindig az alkalomtól függ, hogy milyen műsort állítunk össze. Az nagyon-nagyon unalmas lenne, ha mindenhol ugyanazt énekelnénk, és ugyanazokat a dalokat adnánk elő. Már Józsival mi beszélgettünk ugye erről, hogy mi legyen a műsor, és az biztos, hogy inkább a vidámság felé fogunk elmenni, mert ugye az operetben van szomorú is, lírai is, drámai is, de van benne néhány nagyon-nagyon szép vidám, mi úgy hívjuk, hogy ribigyom. Hát mi azt szeretnénk, hogy azok, akik fent ülnek és néznek minket, azok mosolyogjanak és érezzék jól magukat, és mulassanak velük egyet. Azt előbb említetted, hogy nem lehet mindig ugyanazt énekelni, azonban nem. Akik eljárnak az Operett Színházban, vagy láttak téged föllépni már, azok vannak olyan, azok közül nagyon sokan vannak, akik imádják Kalocsai Zsuzsát, és tudják, hogy ha ezt a számot nem énekli el, ami kimondottan hozzátartozik, akkor nagyon szomorúan és hiányérzettel távoznak. Igen, igen, van is ilyen, és ez szándékomban is áll elénekelni. Lehár Ferenc messze a nagy erdője az, ha csak egy mód van rá, szeretem elénekelni. Ide azért is passzol, mert ebben van szomorúság is, és azért vidámsággal zárul. Vagy pedig a Bília dal, amit még általában szoktak tőlem várni, vagy a Marica belépője. De meg kell, hogy mondjam még egyszer, hogy a legnagyobb hangsúlyt mi arra fogjuk fektetni, hogy jó hangulatot teremtsünk a piac és környékén, mert azért az emberek szeretnek mulatni. Kirdogálni azt egy picit, el lehet a lérán egy kicsit andalodni, de azért a vidámság, az szokta, hogy az ember mosolyogni tudjon, és jó kedvűen menjen el, az a legfontosabb. Virág Józseffel nagyon régóta léptek fel együtt, most a Hunyadi téren is együtt lesztek. Mik azok a közös számok, amik mindenképpen ott lesznek most a repertoárotokban? Hát, hogy legyen azért egy szomorú nóta is, az Ajk az Ajkont, azt Lehár Ferenc Szigetvegyéből mindenféleképpen szeretnénk elénekelni, ugyanis bejártuk vele a világot nem csak Németországban és a környező országokban, hanem Japánban is nagyon nagy sikere volt a darabnak, és hát azért itthon is nagyon szeretik. Tehát az Ajkon az már egészen biztos, hogy benne lesz a programban. Egy primadonna és egy bon viván az általában inkább lírai darokat ad elő, de mondtad, hogy a vidámságra nagy hangsúlyt fejeztek. Mi lesz a zárószám, legalábbis tervezetetek szerint? Hát tervezetem szerint a húzat csak kivilágos virradatig lesz a vége. Mert egyrészt ez egy célzás, hogy a mi műsorunk után is azért érezze jól magát a közönség. Másrészt pedig ez egy olyan ikonikus mű, mint akár a Hajmási Péter, Hajmási Pál, vagy amit még külön nagyon szeretünk, a Déli Bábos Fortobágyon. Szóval van bőven választék, de a húzat csak kivilágos virradatig lesz a vége. Azt gondolom, hogy Hunyadi téren is mindig van bőven választék, nem csak a zöldséges és az egyéb standok között, hanem a műsorokban is. Szoktál-e, mint magánember kijárni Hunyadi téri koncertekre? Hát koncertre nem nagyon voltam még, tehát én nem láttam még soha igazán a helyszínt, hogy az ott hol van. De hát most megnézem, és ha tetszik, akkor szerintem kimegyek jövő évben is, pláne, hogyha meghívnak, akkor pedig boldogan megyek énekelni. Mi pedig a közösséggel szombaton 18 órakor nagy szeretettel várjuk Kalocsai Zsuzsát és Virág Józsefet. Köszönöm szépen, nagyon jó műsort én is kívánok! Köszönöm.